Miért kezd el egy tinédzserként modellkedő lány a fény, a csillogás, a külsőségek után a legbensőbb én felé fordulni, pszichológiát tanulni, TikTok csatornát indítani, ahol ismeretterjesztő videókban mesél a tudatosság fontosságáról, reklámok rejtett üzeneteiről, álomfejtésről, ilyesmikről. Mi motiválja? Miért akar segíteni? Mivel nem tudtuk a válaszokat, megkérdeztük tőle. A fiatalok kedvenc pszichoinfluencerével, Kalász Szintiával beszélgettünk. Sziasztok! Itt nálunk a Minden Segít Podcastban visszatérő téma a pszichológia. Végre minden fejben dől el. Jó, hát ezt egy kicsit szofisztikáltabban szoktuk körüljárni, meg megvitatni, de mindig nagy öröm számunkra, hogyha azt halljuk, vagy tapasztaljuk, hogy az országban, ahol egyébként nagyon hosszú időn keresztül a pszichológia egy egészen, hát nem is tudom, ilyen megvetett, vagy el nem fogadott tudomány volt, mostanában egyre többen foglalkoznak vele, és hát a mai vendégünk éppen azzal foglalkozik, hogy voltak éppen szerintem, én úgy gondolom, hogy a pszichológiát, mint tudományágat népszerűsíti a TikTokon. Kalász Szintiát köszöntünk itt téged a Minden Segít Podcast 31. adásában. Ciao, szia! Sziasztok! Szia. Nagyon szépen köszönöm a meghívást! 100 000 követőd van a TikTokon, több mint 2 millió lájkod van, és viselkedés elemzéssel foglalkozol. Pszichológus leszel, vagy már az vagy? Pszichológus leszek. Mikor és mi kell ahhoz, hogy az legyél? Kimondhassuk. A mesterimnek az utolsó szakaszát csinálom most, úgyhogy most már csak a szakdolgozatom meg a vizsgáim vannak hátra. Ettől függetlenül már is önismereti kurzusokat tartasz. Igen, szupervíziós ellenőrzés alatt. Ez mit akar? Az, hogy van egy szupervájzorom, egy klinikai szakpszichológus, aki ellenőrzi a munkámat. Azt olvastam, meg láttam, hogy nagyon elismerően szólnak rólad azok, akik egy-egy ilyen kurzuson részt vettek. Hogy néz ki egy ilyen kurzus? Köszönöm. Ez, hát de nekem azoknak, akik dicsérnek. Köszönöm mindenkinek. Hát ez úgy néz ki, hogy 8 alkalom, és általában azt szoktam mondani, hogy azoknak, akik eljönnek hozzám, hogy olyan, mintha közösen elkezdenénk kirakni egy kirakóst. És ez a kirakós, ez úgymond az ő személyiségük. És különböző önismereti teszteket használunk ehhez, közben beszélgetünk. És hát így, tehát azt is szoktam mondani, hogy tök érdekes, hogy mindig, hogyha megcsinálunk egy tesztet, akkor én azonnal elmondom nekik annak a tesztnek az eredményét. És nyilván van olyan, hogy egy tesztnek a részeredményét azt ő se érti, meg én se értem, de ez olyan, mint egy puzzle tényleg, amikor van egy olyan darabka, amit még nem tudjuk, hogy hova való, és akkor szépen kirakjuk a rendszerből, de aztán a nagy egészbe bele fogjuk tudni illeszteni. És itt szépen lassan összeáll egy olyan kép, ami nagyon-nagyon szépen elmondja, hogy milyen az embernek a személyisége. Jaka. Mint rendszer, és ez nem csak az ő rendszeréről szól, hanem ez egy egész, tehát hogy én nem csak én vagyok, hanem úgymond a családom is, ahonnan jöttem, tehát én azt is beleveszem. Egy komplex képet. Igen, egy komplex képet kapnak. És ez 8 óra? Kéne nekünk egy ilyet csinálni. Én nagyon kíváncsi lennék a tiedre is. Köszönöm. Én megértem, hogy gyanakó, hogy egyébként. De amúgy múltkor, amikor átmentem, ennyiről annyit nem beszélgettünk, amennyit akartunk. Nekem az lenne a kérdésem az egyik, és akkor ezt most elmondom, hogy egy szűk negyed óra lett szokás szerint, hogy azt mondod, hogy 8 alkalom, de ez nem 8 óra gondolom, nem, hanem egy ilyen hosszabb workshop, vagy milyen egy alkalom? Nem, hát egy alkalom az hát 50 perc. Azt hittem, hogy ez ilyen hosszabb. Nem, egy alkalom az 50 perc. Azért 50 perc, hogy legyen 10 percem átnézni a következőnek az anyagát, aki jön hozzám. De tehát ezt is el szoktam mondani, hogy aki eljön hozzám, az tehát van, hogy 8 óra alatt meg vagyunk, ez az átlag. Van, akivel gyorsabban haladok, valakivel lassabban. Úgyhogy ez attól függ, hogy milyen az adott ember, mennyit beszél, ilyesmi. A te tapasztalatod szerint hogy van ez? Mert az már szerintem legalábbis egy ebben az értelemben pozitív tendencia, hogy az embereknek egyre nagyobb része ismeri azt fel, hogy neki valószínűleg jót tenne
pszichológus segítsége, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyáltalán elmennek az emberek pszichológushoz. De én azt vettem észre, hogy még mindig egy csomó embernek, főleg egyébként az idősebb korosztálynak, de azon kívül is sok embernek ez, hogy ha ő esetleg jár pszichológushoz, ami már egy jó dolog szerintem legalábbis, mert nem tudom, hogy van olyan ember, akinek nem kéne. Viszont sokan ezt kvázi szégyelik, vagy nem tudom, most jobb szót írtam, nem tudtam. Sőt, még mindig nagyon sokan vannak olyan emberek, akiknek, hogyha fel egy barátjuk, vagy egy családtagjuk feldobja ezt a lehetőséget, hogy figyelj, nem lehet, hogy jót tenne neked egy kis terápia, vagy ilyesmi, akkor így ki vannak akadva, mint hogyha ez valami, nem tudom, olyan dolog lenne, mint hogyha egy, nem is tudom, valamit szégyelni kéne. És hogy én azt látom, hogy ennek van, legalábbis itt nálunk, egy ilyen, tehát olyan kultúra alakult ki e körül, amit az emberek itt, mint a takargatni szeretnek, de hál' Istennek ez most már, ahogy én látom, javul. Te mit gondolsz erről? Van ilyen valóban, vagy csak hülyeségeket képzel? Vannak generációs különbségek. Én azt veszem észre, hogy a mostani generáció az egyre nyitottabb. De egyébként azt, hogy milyen a habitusunk, azt a kutatások úgy azt bizonyítják, hogy 40%-ban azt örököljük. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent hozunk. És hogyha valakit úgy neveltek, hogy nem beszélnek ezekről a dolgokról, akkor lehet, hogy ő is tehát ezt fogja eltanulni, vagy örökölni. Uh-huh. Mondjuk szerintem az nem jó példa, hogy egy családtag azt mondja a másiknak, hogy menj el, mert ez szerintem belső indítatásból kell, hogy bekövetkezzen, hogy na, én úgy gondolom, hogy most már itt az idő, hogy elmenjek. Ez külső nyomásra nem gondolom, hogy hatékony. Szerintem nagyon-nagyon sokat segített az, hogy egy ilyen információs hullám így ránk zúdult az internettel. Ez segít? Mert mi arról szoktunk beszélgetni, hogy ez mennyi kárt okoz, és szerintem, milyen baj. Szerintem az önismeretben segít, mert most a pszichológia meg az önismeret az most divat lett. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben, tehát hogy emiatt jó ez a hullám. Amiatt sajnos nem, hogy nem nagyon tudnak az emberek, tehát túl sok lehetőségük van, hogy mivel azonosuljanak, és ezért nem nagyon tudják azt, hogy éppen mi az az értékrend, amivel ők tudnak azonosulni. Nagyon-nagyon keresik önmagukat, és az nem biztos. Igazán találják. Gondolom, inkább a fiatalokhoz szólsz, nem? Ők nézik többnyire a TikTokot. Nekem nem volt ilyen célom. Úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon sok információ van bennem, és szerettem volna ezt így valahogy így kijönteni magamból, mert úgy éreztem, hogy nem elég az a közeg, amiben én ezt meg tudom tenni. És pont jött a Covid, és az, hogy mindenki be volt zárva, és otthon voltak, és rohadtul unatkoztam, és úgy vettem, hogy na jó, akkor kezdjünk el egy TikTok csatornát. Wow, és ebből lett az, ami most van? A TikTokot egyébként tudod monetizálni? Tehát ebből neked van bevételed, vagy inkább arról van szó, hogy az alapján megismertek téged, és akkor jelentkeznek, hogy na, szeretnénk egy ilyen önismereti tesztet kitölteni nálad? Úgy, mint influencer, úgy ritkán van bevételem, és nem az a megélhetőségem, hogy influencer vagyok. Viszont a klienseimnek a nagy százaléka az TikTokról érkezett először. Most már úgy is jönnek, hogy hallomásból, hogy valaki járt hozzám, és akkor ő ajánl. De egyébként igen. Amúgy tényleg nagyon érdekes dolgokat szoktál pár percben összefoglalni. Az egyik legutóbbi videódban, sőt mondhatom, hogy több videódban a Balenciaga márka, hát nem is tudom mi ez, botrány? Mondjuk botránynak. Hát az. Elég az botrányos. Önmagában igen. Ez a fotósorozat, illetve a reklám az tényleg botrányos. Hát ez majd elválik, hogy igazad lesz-e, mert talán elhangzik az egyik adásodban, hogy gondolod, vagy talán reméled, hogy ez azért hazavágja ezt a márkát, mert hogy olyasféle borzalmakról van benne szó, amit most szeretnék, hogy egy kicsit kifejtenél itt nekünk.
Lehet, hogy helyesbítenék itt. Hát nyugodtan, mondj nyugodtan. Mert én nem tudom, hogy mi van ennek a hátterében. Tehát én nem tudom, hogy ez tényleg a márkának, a tulajdonosának a konkrét és tudatos szuggesziója volt, amit mutatott ebben a márkában, vagy ebben a kampányban. Az is lehet, hogy ez csak a... hogy hívják ezt? Kreatív... designer vagy menedzsernek volt a katja. Tehát én ezt nem tudom, hogy ez pontosan honnan jön, viszont azt tudom, hogy nagyon-nagyon felelőtlen dolog volt ezt így kiengedni a kezükből. Hogyha valaki nem látta, akkor össze tudnád foglalni, hogy mi látható ebben a kampányban? Vannak olyan tudatosan használt szimbólumok, hát a média is használja ezeket a szuggesziókat, amivel hatással tud lenni az embernek a tudattalannyára. Ez azt jelenti, hogy nekem nem kell értenem azt, hogy miről szól az a dolog, akkor is hatással van rám. Olyan szuggesziókat használt a kampány, amivel arra utalt, hogy ők abszolút, tehát reklámozzák a gyerekpornót. Reklámozzák azt, hogy gyerekeket lehet molesztálni, egy olyan bírósági dokumentumot rejtettek el, nem rejtettek el, tehát félig lehet látni a dokumentumot egy táska alatt, ami azt mondja ki, hogy a gyerekpornó az illegális, viszont a gyerekeknek a grafikus ábrázolása, tehát szexuálisan grafikus ábrázolása az nem illegális. Tehát ez olyan, mintha azt üzennék, hogy hát... Ez így jól van. Ez így jól van, ez így oké. És az a baj, hogy ez... Tehát, hogy ezzel elindítanak egy olyan érzéketlenítést, hogyha nem is tudom, hogy miről van szó, mert hogy tudatosan nem veszem észre ezeket az apróságokat, hogyha mondjuk állandóan ilyet látnék, akkor egy idő után arra lennék kondicionálva, vagy arra lennék megtanítva tudattalanul, hogy ez normális. Mm-hmm. És ezért, hogyha szembe jön egy idő után, miután állandóan ilyeneket láttam, szembe jön egy ilyen tartalom, akkor bennem nem keletkezne rossz érzés, hogy úristen, szegény gyerekek, hanem az lenne bennem, hogy ja, hát ez teljesen oké. Mi erről a kampányról itt beszélgettünk, és nem értjük az okát. Egy ilyen cég az milyen oknál fogva kezdi el propagálni a gyerekmolesztálást? Mi ennek az értelme? Nem tudom. Az nem hangzott el, hogy te modellkedtél. Azért van némi rálátásod arra, hogy hogyan működik ez a szakma. És elhangzik az egyik videódban, hogy egy-egy ilyen kampánynál, egy fényképsorozatnál nincsen egyetlen egy milliméter sem úgy megcsinálva, hogy az véletlen lenne. Tehát ez tudatosan úgy van megkreálva az egész, ahogy igen, látszik. Ez így van. Ott minden milliméterre be van állítva. Ez elképesztő, mert tényleg most, hogyha akár röviden, akár rosszan végig gondolja az ember, nem nagyon lehet erre észszerű magyarázatot találni. Tehát most mondhatnánk azt, hogy a negatív reklám is reklám, de ez nem olyan jellegű negatív reklám, tehát ez nem... Ez szerintem olyan, ráadásul ugye a gyerekpornon, tehát a pedofília mellett ilyen okkult jelképek is vannak, meg ilyen átvitt értelmek is benne, tehát hogy így stekkelődik ez az egész olyan, ilyen, ami már szerintem bőven túllépi ezt, hogy negatív reklám. Tehát ezek olyan dolgok, amiket egy akár közepesen egészséges társadalom gondolkozás nélkül ki kell, hogy vessen magából. És nagyon érdekes, hogyha külföldi podcasteket mondjuk hallgat az ember időnként, akkor sajnos visszatérő téma ez a pedofília, és valamiért úgy néz ki, hogy ez a világ elitjének egy ilyen beakadása, ami újból és újból visszatér. Szóval most csak egy gondolatot mondtam el, nekem is fingom nincs, hogy ez az egész miről szól, meg mi ennek az indítatása, de én úgy látom, hogy erre észszerű magyarázatot, és én biztos, hogy nem tudok. Én azt vetettem föl, hogy annyira durva információ áradat éri az embert, hogy most már nagyon-nagyon magas vagy alacsony, mindegy. Az inger küszöbbel valamit kezdeni kell. Egy ilyen kampány, az elképzelhetőnek tartom, hogy az eléri az inger küszöbét az embernek, tehát oda vonza a tekintetet, odafigyelsz rá, és a többi. De ez még nem magyarázat arra, hogy miért kell egy
nem tudom, 6-8 éves gyerek kezébe adni egy olyan macit, amelyik egy ilyen szadomazó felszerelésbe van öltöztetve. Azt mondd meg, ne akkor, hogy miért gondoltad fontosnak, hogy ezt te hangoztasd? Mm-hmm. Azért, mert ez egy iszonyatosan híres márka. Tehát ez a tinédzserek, vagy azok, akik... Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol a fogyasztás az egy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap. És én emlékszem az én saját tinédzser koromra, hogy úristen, de menő volt, hogyha valakinek, mit tudom én, milyen táskája van, meg ilyen ruhája van, meg olyan ruhája van. Tehát én ezt átéltem. Szerintem ez most, nem tudom, hogy ez durvább-e, de hogyha ugyanolyan durva, akkor is az is eléggé gáz, szerintem. És hogyha tudjuk, hogy mi van e mögött, és racionalizáljuk tudatosan, akkor tudunk ellene valamit tenni. Nagyon jó, hogy a tudatosságot mondod, mert itt ebben a műsorban is, sőt a te posztodban is, a tudatosság az rendszeresen visszatérő fogalom. Egy ilyen kampány során a tudatalattidra próbálnak hatni. Hogyha ez nincsen megfogalmazva, kimondva, rámutatva, akkor ez tudattalanul a fogyasztókat, akik ránéztek a képre, az hatással lesz rá, csak nem tudja, hogy mi indukálta ezeket a gondolatokat és a folyamatokat benne. A tudatosság a te munkásságodban az elég jelentősen tetten érhető, nem? Igyekszel nagyon tudatosan. Szerintem igen, viszont nem jobban, mint az intuíció meg az érzelmek. Szerintem nagyon fontos az egyensúly. Te ilyen spirituális beállítottságú is vagy kicsit? Mit jelent a spirituális? Hát ezt meg akartam tőled kérdezni, mert én nem tudom. Én egyébként nagyon racionális embernek gondoltam magam hosszú időn keresztül. És aztán kokettálok a spiritualitásra. ez jó kifejezés. Szerintem nehéz amúgy, mármint érdemes ismerni, azt hiszem, hogy ha valaki megkérdezi tőled, hogy spirituális vagy vagy sem, akkor ha könnyebb dolgod van válaszolni, hogyha ismered ezt az embert. És ez a spiri kifejezés, ez már egy ideje kicsit olyan pejoratív is tud lenni szerintem. Már akinek. Igen. Hát meg hogy már amilyen szándékból ugye van ez a jelző használva. Számomra ez nem pejoratív, csak észrevettem, hogy amikor valami ilyen dologról van szó, és olyan emberekkel beszélgetek, akiknek ez nagyon idegen terep, vagy nehogy Isten valamiért orrolnak rá, akkor ott tényleg úgy érzem, hogy most valami rosszat mondtam, de azt hiszem, hogy véleményem szerint akkor járunk a legjobban, hogyha, amint te mondtad, hogy valamilyen balanszot próbálunk megkeresni ezek között a dolgok. De igen, azt tudnám analógiaként felhozni, mint hogyha mondjuk a között kéne választanod, hogy a nyugati orvostudomány a jó, vagy a keleti. És ugye ez olyan nem dolog, jó ami, amit... De szerintem... Igen? Hát... Végig mondjam, vagy mondod? Nem, mondjad. Mert nyugodtan, csak hogy szerintem például van egy csomó olyan dolog, nyilván most, hogy az, hogy ma már nem hallnak meg az emberek egy egyszerű tüdőgyulladásba, az világos, hogy minek köszönhető. Viszont ugyanakkor az úgynevezett nyugati orvoslás viszont hajlamos teljes mértékben figyelmen kívül hagyni az ilyen normális hétköznapi diagnózisok és kezelések során a lelki síkot. Tehát, hogy itt is olyan dolog van, és hogyha valaki azt mondja, hogy keleti orvoslás, hogy akupunktúra meg ilyenek, akkor arra is szoktak úgy tekinteni, mint ha azt mondod, hogy spiri. Uh-huh. És én tök szeretném, hogyha ez az ilyen mi ez a prejudice, ilyen előítéletektől kell átitatott, nem tudom, ilyen nézőpontok, meg percepciók kicsit így valahogy balanszba kerülnének, és nekem ez az érzésem ezzel kapcsolatban is, amit akkor most mondd el, hogy spiri vagy sem. Én abszolút egyetértek veled. Én úgy érzem, hogy én... Tehát, hogy én egyensúlyban vagyok. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy megtalálom a spiritualitással való kapcsolódást, bár nekem ez a szó, hogy spiritualitás, ez egy kicsit megfoghatatlan szó, mivel maga a téma megfoghatatlan.
Akkor neked mit jelent? Mert visszakérdeztél, én sem tudom jól megfogalmazni, hogy mit jelent az a spiritualitás. Van egy ilyen halvány képem arról, hogy kb. Mit jelenthet. Szerintem nekem azt jelenti egyébként, amit a szó jelent. Mi? Tehát, hogy a spiritus, a spirit, az a, az, az a része a te egész lényednek, aki te vagy, meg aki te vagy, meg aki én vagyok, amit te mondtál, amit nem lehet megfogni. És az oké, hogy akkor ezt nem lehet olyan kvantitatívan mérni, mint mit tudom én, a testcsújt, meg a vérnyomást, meg az ilyen dolgokat, de van, tehát, hogy már mind, de most lehet, hogy a saját zsákutcámba belementem, de hát, hogy azért számos olyan dolog van, ami egy embernek teljesen állandó és evidens paramétere, amit nem tudunk megmérni. És szerintem ez a spiritualitás annak a gyakorlása, hogy erre is figyelsz, illetve ezt nem ignorálod. Számomra legalábbis. Ez nekem tetszik. Abszolút egyetértek egyébként. Szerintem erre egy nagyon jó kérdés az, amikor megkérdezik valakitől, hogy ki vagy te? És nagyon sokan úgy válaszolnak rá, hogy elmondják a nevüket, a foglalkozásukat, azt, hogy milyen családból jöttek, ilyesmi. De akkor is te voltál, amikor megszülettél, és még nem volt neved, és még nem tapasztaltad meg azt, hogy milyen a családod. De azt honnan tudod, hogy akkor te voltál? Hát mert akkor is voltál. Hát igen, volni voltál. De akkor, tehát akkor az nem te vagy, aki vagy. Mondjuk te, hogyha visszagondolsz így magadra, meg tudod, vagy így hozzávetelegesen meg tudod határozni az első emlékeidet, vagy élményeidet, vagy gondolataidat, vagy azt, amikor öntudatod volt? Tehát, hogy mik az első emlékeid? Szerintem, bocs, hogy közbeszólok, de igen, nem pontos a kérdés, mert azt kéne eldöntsd, hogy az első emlékképére vagy-e kíváncsi, vagy az, hogy... Tehát, hogy mikor ébredtem tudatomra, igen. Mert az nem mindegy. Igen. Nem ugyanaz? Szerintem nem. Oké. Okay. Én azt hittem, hogy a spiritualitásra fog vonatkozni a kérdés, és akkor én kapásból megkérdeztem volna, hogy hanyadik Ozora Fesztiválon történt mindez, amikor így az ember ráébred erre. Mert szerintem egyébként ezeknek az nagyon rossz szó volt ide. Az olyasféle élményeknek, mint amit például én nem voltam soha, de el tudom képzelni, és azt is el tudom képzelni, hogy milyen lehet egy igazán jó trip, még az életemben nem volt. Próbálkoztam, de nem volt több órán keresztül tartó trippem, és nagyon komolyan tervezem és fontolgatom, hogy ezt meg fogom csinálni. És szerintem nem véletlen, hogy most már a nyugati orvostudomány is egyre inkább nyitott erre, és próbálkoznak lelki eredetű problémákat pszichedelikus drogokkal orvosolni. És szerintem ez egy jó vonal. Próbálkoznak, de nem véletlen az, hogy ez még nincsen legalizálva. Tehát ezeknek át kell mennie, azt hiszem, 5 stádiumon, hogy ezt legalizálják, ezeket a dolgokat. Az MDMA van hozzá legközelebb, és a pszilocibin, ami a varázsgombának az összetevője, vagy a fő tartalma. De nagyon-nagyon sok olyan kutatás van, amik... Tehát amikor azt mondják, hogy ezek igen, iszonyatosan jó lehetősége az, hogy képes az agyad új neuronális hálózatokat létrehozni, mert ez az, amit csinál. Tehát hogyha te valamiféle szokást beépítesz az életedbe, például megtanulsz minden nap fogat mosni, az azt jelenti, hogy egy neuronális hálózat az berögződik az agyadba. Hogyha valami új dolgot csinálsz, akkor egy új neuronális hálózat keletkezik. Minél többet csinálod, annál inkább bevésődik ez a neuronális hálózat. Azt szoktam erre mondani, hogy olyan, mintha elmennél síjálni, de mindig ugyanazon a vonalon síjálnél, ami azt jelenti, hogy ha teljesen ugyanazon a csíkon síjálsz, akkor nagyon nehéz kijönni belőle egy idő után. És ez a pszilocibin az azt csinálja, például a pszilocibin, hogy szűzhó. Tehát új kapcsolódásokat tudsz létrehozni. Ami tök jó, csak ezt nem tudják kontrollálni, hogy az milyen kapcsolódás legyen. És ezért lenne jó valami olyasmit kitalálni, vagy úgy átformálni ezeket az alap meglévőket, tehát mint a pszilocibin, hogy ennek tudják, hogy pontosan milyen hatása lesz. És ez a veszélye, hogy nem tudják. Tehát, hogy nem lehet targetálni? Igen. És az baj egyébként, hogy ennyire random?
Hát úgy próbálják ezt targetálni, úgymond, hogyha orvosi körülmények között, tehát tényleg úgy trippelsz, hogy nem csak elmész egy fesztiválra, és akkor bekapogatod a gombákat, és úgy majd megvárod, hogy majd hova visz a sílét. Mint Super Mario, hogy hanem ott van egy terapeuta, aki segít, és olyan konkrét kérdésekkel, olyan konkrét beszélgetésekkel vezet rá, amivel rá vezeti, hogy hogyan alakuljon ez. De az Ayahuasca is hasonló, nem? Igen, az szerintem. Nem? De igen, csak más az alapanyaga. Az Ayahuasca-nak a DMT az alapanyaga, amit akkor termel a szervezeted, amikor van a szervezetedben, csak akkor önti el a szervezetedet két alkalommal, amikor megszületsz, és amikor meghalsz. Ezt nem tudtam. Ezért hívják úgy, hogy spirit molecule, tehát hogy a léleknek a molekulája. Akkor most melyiket használjam majd? Srácok, valaki tud telefonálni? Nem, de egyébként én ezt tényleg befogom. Én ezt mindenképp ki akarom próbálni. Sőt, azt gondolom, hogy erről műsort is kell csinálnunk majd. A születés szóba került, az egyik posztod ide kapcsolódik, és szerintem kibaszottul érdekes. Nem tudom, hogy láttad-e, arról beszél a kisasszony, hogy egy szemüvegboltban dolgozott, és eljött egy vendég, és megérzett egy illatot. És az illat az valami nagyon erőteljes érzelmi hatást váltott ki benne, jól mondom? Uh-huh. Az a lényeg, hogy aztán így ez feledésbe merült, és többi, és aztán idővel talán egy film során megint eszébe jutotta a film, hogy mi volt ez a parfüm, mert egyébként a hölgytől megkérdezte, hogy mi volt az. És az édesanyja, az édesanyjának elmesélte, hogy milyen parfümről van szó, és hogy ő benne milyen erőteljes érzelmeket indukált ez az illat. És az anyukája egy percen keresztül csöndben maradt a telefonban, mert hogy kiderült, hogy az édesanyja akkor használta ezt, amikor vele volt várandós. Uh-huh. Ez azért elég kemény dolgokat feltételez az emberi mi voltunkról. Arról, hogy mióta kezdjük átélni a valódi életet, hogy milyen hatások érnek bennünket már az anyaméhben. És hogy ott az alatt a 9 hónap alatt is mennyi olyan információt szívsz magadba, ami meg fogja határozni az életednek, majdhogy nem a hátralévő egészét. De akkor viszont, tehát nézd, szerintem, jó, most ezzel szoktam mondani az angol, hogy ez ilyen anecdotal evidence, de akkor ezek szerint van egy olyan, most beszéltünk ugye már az öntudatról, meg mondjuk az emlékről, vagy nem is tudom, hogy melyik keletkezik előbb, lehet, hogy az emlék, mindegy. De ez mind a kettő előtt van, vagy az emléknek minősül, vagy akkor ez milyen információ? Én azt szoktam mondani, és ez is egy ilyen bizonyíték arra, hogy a világunkban nagyon-nagyon sok az ambivalencia, hogy szerintem a tudattalan a tudatos. Szerintem a tudattalanunk az, ami mindent tud, és az emlékeztet minket azokra a dolgokra, amiket tudnunk kéne, és a tudatra ébredés az, amikor elkezdjük lefordítani a tudattalanunkat, és megismerjük a nyelvét, és képesek vagyunk arra, hogy megértsük őt. És ez egy ilyen dolog, tehát igen, mindenre emlékszünk, ami velünk történt. Sőt, most már a legújabb kutatások azok kezdenek arra fele kapizsgálni, hogy nem csak arra emlékszünk, ami velünk történt, hanem arra is, ami a felmenőinkkel történt. Ez egy nagyon új tudományág, amit úgy hívnak, hogy epigenetika, és még nincsen teljesen elismerve a tudomány által, de egyébként a pszichológusok már tapasztalták ennek a meglétét azok, akik foglalkoznak ezt a klienseikkel. Ezt úgy kell képzelni, hogy a nagymamámmal történik valami trauma, a háborúban megerőszakolják, teszem azt, és ennek a hatása az unokáira, az ükunokáira hatással képes lenni. Azaz, azt akarjuk ezzel mondani, hogy az emlékkép az kvázi DNS-ként beépülve, vagy a DNS-be beépülve viszi tovább az információt generációkon keresztül? Igen, valami ilyesmi. Igen, hogy a genomodba beépül, de akkor mégis ugye, tehát
De számomra ez a legérdekesebb dolog, a vívőanyaga ennek, hogy az mi. Mert ugye ezek olyan... Spermium. Fasza. Valószínűleg ez a sötét anyag, amit nem tudnak meghatározni, hogy micsoda. Komolyan? De tényleg van egy ilyen... Hát ez a sejtésük a kutatóknak, igen. Sejtés? Wow. Oké. Okay. De azért nem tudom, az... De hogy ez a sötét anyag téma, ugye erről beszélnek fizikusok is, meg erről, tehát hogy sok tudományág valahogy, ahol amiről kurvára nem tudnak semmit, oda így be lehet szúrni ezt, hogy sötét anyag. Nem tudom, így lehet egyébként, hogy ez csak ez annyira egy ilyen sikamlós dolog ez, hogy így senki nem tudja így megfogni. És, nekem ez már spiritualitás. Hogyha valaki egy ilyesféle gondolatból azt mondja, hogy na hát ilyen univerzumban élünk, és hogy a sötét anyag az, ami hát jó, de lehet, nézi, hogy az nekem egyébként, tehát ezt még nem tudjuk, igazából nem tudjuk, hogy mi a spiritualitás. Lehet, hogy mondjuk 30 év múlva kiderül, hogy kvantum szinten ezt tényleg, lehet, tényleg lehet kvantitatív, lehet, lehetséges, és akkor viszont tökre ugyanarról beszéltek. Igen. Hát igen, tényleg volt nálunk család Máté, nagyon édes, bájos részecske fizikus, és ő igazából nekem a legnagyobb tanulság, mármint ugye a 10%-a, amit értettem annak, amit mondott, abból azt mondtam le, hogy igazából még az ilyen kvantum szinten, meg még az a felfedezendő szinteken eléggé kis ilyen 24-es gyerekcipőbe próbálom tipegni. De mindegy, most nem is akartam ezt megfejteni, ez még csak azt akartam mondani, hogy szerintem, hogy számomra ez az érdekes minutum, hogy világos, hogy van egy csomó olyan dolog az evolúcióban, vagy akár a nemzetségekben, amit az epigenetikára most, vagy az annak segítségével most már tudunk nagyjából magyarázni, meg azonosítani, de hogy lesz vajon egy háború alatti megerőszakolásból két, vagy akár a következő generációban, vagy két-három generációval később egy olyan trauma, ami a genomon keresztül épült be, vagy hát született meg tulajdonképpen az az egyeddel, és nem egy személyesen átélt invazív valami esemény által. Nekem ez hol fordítódik le egy DNS be, tehát hogy ez hogy tud, nekem ez a csoda. Ez szerintem annyira érdekes, bele tudnék döglenni, hogy ezt megtudjam, hogy ezt komolyan. Szerintem pont jó szót használtál erre, az evolúciót. Mert hogyha én megtanulom, vagy az őseim megtanulják azt, hogy valamilyen helyzetben félni kell, akkor utána nekem az jelenti a túlélést, hogyha a jelenben úgy viselkedek, ahogy, tehát vagy úgy reagálok, ahogy mondjuk ők reagáltak volna akkor, vagy ami kellett volna nekik a túléléshez, az a reakció. Ja, és akkor lehet, hogy én úgy fogok reagálni a jelenben, mint hogyha itt lenne az a veszély. Csak hát nincs itt az a veszély, és ezért jelenthet problémát. De érdekes amúgy, hogy azt hiszem, hogy az Ernő is mondott erről egy-két dolgot. Ő azt hiszem azt a példát hozta fel, hogy van a kutyája, akit, mit tudom én, ilyen kis szarzsák korában ugye elhoztak a mamájától, és nyilván nem tudta arra megtanítani, hogyha hány ingere van, vagy rosszul van, akkor melyik füvet zabálja le. De hogy a kutya mégis tudja, meg tud, egyszerűen tud néhány dolgot. És egyébként ezt a kineziológia kapcsán mondta, a testválasz, azzal te foglalkozol? Testválasz kísérlet. Nem. Ő emiatt hozta ezt föl, hogy a testünk egyszerűen olyan bölcsességgel, csak ő úgy mondta, olyan bölcsességgel rendelkezik, ami ott nem jöhet szóba az, hogy mit tudom, hogyha tőlem kérdeznek valamit, akkor hazudok, hogy kisfiam, megetted ezt a brióst, és nem ettem meg, aztán itt fityegnek a cukordarabok a bajszom, hogy ilyen nincs, hanem hogy a tested az ő belekódolt... Ez az evolúció, nem? Hát jó, igen, de hogy akkor végülis erre is lehetne mondani, talán, hogy epigenetika nem, mert hogy nyilván ezt a szerencsétlen kis dögöt, bár biztos jó élete van Ernőinknél, de hogy nem az anyukája tanította meg arra, hogy milyen füvet, mikor kell füvet tenni, hanem egyszerűen tudja a lelkem. És ez biztos, hogy akkor, tehát hogy ez is tulajdonképpen lehet epigenetika, nem? Hát igen, az epigenetikában az is beletartozik, vagy azt is nézik, hogyha mondjuk valaki nem egy családba születik bele, hanem az a család örökbe fogadja, és akkor lehetséges, hogy nagyobb valószínűséggel fogja örökölni ugyanazokat a betegségeket, mint az örökbefogadó
család. Aha, értem. Wow. Tehát akkor ezek a módosulások, vagy nem is tudom, minek lehet ezeket hívni, még az élet folyamán is alakulhatnak? Hát én nem tudom. De úgy tett, hogy ez egy olyan ág, ami már kezdi ezt kutatni, de ezt sajnos, tehát én erre nem tudok választani, hogy ez pontosan hogy működik, mert én se tudom. Ez egyszerűen csak egy ilyen nagyon érdekes olyan szál, amit úgy érzékelek, tapasztalok, hogy van, úgy a klienseimmel is, akikkel dolgozom, de nem tudom megmagyarázni, hogy ez hogyan működik. Ez nagyon durva. Figyelj csak, te miért kezdtél egyébként ezzel az egész témával foglalkozni? Mármi mivel? A pszichológiával, a tudatossággal, a tudatalattival. Nekem van egy csodálatos édesanyám, aki szintén ezzel foglalkozik. Pszichológus? Igen, és én ebben nőttem bele. Azt mondják, hogy a pszichológusoknak, ugyanúgy, mint a tanároknak, nagyon elbaszott. Elbaszott gyerekeik vannak. Haragudj, de ezt fogták mondani, nem tudom, hogy így van-e. Én ezt nem tudom most így értelmezni, ez mi a faszt jelent, hogyha elbaszott gyerekeik vannak, mármint, hogy ők is pszichológusok lesznek, ez egy tök szép szakma. Hát tudom, szokták mondani, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Jó, nem, tehát nyilván ez ugyanolyan, mint a fodrászat. Tehát van jó fodrász, meg van rossz fodrász. Van jó pszichológus, van rossz pszichológus. Tehát az én édesanyám egy nagyon-nagyon jó. Egy nagyon jó pszichológus. És nagyon sok mindent tanultam tőle. Tehát nekem a gyerekkorom az olyan volt, hogy én mindig részt vettem ezekben az ilyen csoportokban, amikben ő is részt vett, vagy amit ő csinált. Vagy hogyha vizsgáztatott, akkor, mert ő egyetemen is tanított, akkor nem az volt, hogy ő bement az egyetemre, és ott vizsgáztatott, mint egy kőkemény vizsgáztató tanár, hanem ő meghívta egy hétvégére a tanítványait hozzánk, és ott főzőcskéztek, meg iszogattak, meg ilyenek, és hogyha úgy... És utána volt egy ilyen kis házunk, Pomázon laktunk, és volt egy kis faházunk kint a kertbe, és akkor ott vizsgáztatott. És volt, hogy én ott játszottam mellettük, és... Tudatalatt felszívta egy csomó információt. Igen. Wow. És én mindig azt tapasztaltam, hogy én ezekben a körökben mozgok. Tehát miután tényleg anyukám érzékelte azt, hogy én ez akarok lenni, mert ő azt mondta, hogy basszus, legyél fodrász, vagy legyél körmös, vagy bármi, ami akarsz lenni, legyél orvos, akármi. De miért akarta? Ja. Miért nem azt akarta, hogy folytass? Igen. Mert ő nem akarta azt, hogy én azért csináljam ezt, mert hogy ő csinálja, hanem azért, mert hogy én ezt szeretném csinálni. És egy idő után, amikor ő már tényleg érzékelte, hogy én tényleg ezt szeretném csinálni, akkor hát akkor mondta, hogy oké, kislányom, akkor innentől kezdve kötelező. Tehát innentől kezdve amilyen órákat tart ő, azokon nekem részt kellett vennem, de én ezt imádtam. Tehát én ezt úgy szívtam magamba, mint semmi más. És nagyon érdekes volt az, hogyha kimentem, tehát ebből az otthoni közegből kiléptem, akkor én azt tapasztaltam, hogy tök más, hogy működnek az emberek. Tehát, hogy az az alaptudás, ami nekem megvolt, az másoknak, tehát én meg se próbáltam azt, hogy úgy értessem meg magam, ahogy egyébként én ott abban az otthoni közegben meg tudom, mert hogy azt érzékeltem, hogy egyáltalán nem működik. És tudnál egy kicsit konkrétabb példát mondani? Hát így konkrétat, nem csak az érzés van meg, hogy próbáltam beszélgetni másokkal, és nem tudtam. És, vagy hogyha mondtam valamit, akkor azt mondták, hogy ja persze, vagy ez hülyeség. Tehát nem vették komolyan azt, amit mondok. És utána nyilván ez gyerekkoromban volt. Utána később elkezdtem, hát így elkezdett így leszűkülni a baráti köröm. Ne arra, hogy nevetek, azt elhiszem. Uh-huh. Igen. Ja, de nem baj egyébként, tehát én örülök, hogy azt is megéltem, mert ott meg tudtam élni azt, hogy fú, de rosszul fog ezt hangzani, hogy nem kell gondolkodnom. Hanem csak úgy... De az szar érzés, nem? De nem volt rossz. Nem tör le, amikor olyan közegben vagy, hogy így
hogy kb. Egy a vegetatív idegrendszer. De most nem tudom, 30x évesen mondod azt, de hát itt egy most nem arról beszélünk, egy gyerek. Egy gyereknek az a lényeg, hogy jól érezze igen. magát. Igen, de egészen más. De én azért mondom, mert engem akkor is letört. Tehát nekem ez és én elég sokat voltam magányos egyébként, nekem is nagyon kevés barátom volt, mert folyamatosan ezzel szembesültem, amit most talán mondtam. Akkor örülsz nekünk. Nagyon örülök nekem, persze. Nekem sok barátom volt, csak utána itt szépen lassan így elkezdett leszűkülni. Van testvéred? Van egy bátyám. És ti egy kompakt családban nőttetek föl? Édesapád veletek élt? 13-14 éves koromig, igen. Mert én azt gondoltam a TikTokos videóid alapján, hogy azért téged is ért jó néhány családi trauma. Hát ért. Mindenkit ért, szerintem. És én azt is gondoltam, hogy ezek a traumák hozzájárultak ahhoz, hogy az édesanyádat követve erre a pályára lépj. Nem. Hogy azért, hogy megismerd önmagad. A traumáknak ehhez nem volt köze. Nekem inkább a kíváncsiságnak volt köze. Annak, hogy én tapasztaltam azt, hogy anyukám mennyire jól tanít, és azzal, ahogy ő beszélt, tehát, hogy én 28 éve ezt hallgatom, hogy ő ezt csinálja, és még mindig tud újat mondani. Én nagyon-nagyon sok mindent vettem át anyukámtól, és azért is nehéz, mert nagyon-nagyon, tehát, hogy egy olyan embertől, aki ennyi jót tud adni, és ráadásul lány vagyok, és én, mint lány, nekem a minta, amihez hasonlulok, az anyukám. És ezért egy idő után megtanultam azt, hogy hogyan szedjem le onnan az isteni pozícióban őt, és hogyan legyen ember. És ez egy nagyon fontos fontos folyamat volt az én életemben. Figyelj, azt mindenképpen át kell beszéljük, hogy a te eseted az számunkra azért furcsa és különleges, mert hogy beszélgettünk a Gergővel, hogy hogyan van az, hogy valaki, aki a modell szakmába, nem tudom, mozog vagy dolgozik, az egy nagyon egy ilyen, nekünk legalábbis, egy nagyon felszínes, külcsines, csillogós, csak a külsőségekre adó szcéna, vagy minek nevezzük ezt. És ehhez képest a pszichológia meg egy teljesen a belső világra fókuszáló valami, és ez nagyon-nagyon távolinak tűnik egymástól. Hogy hogyan jutottál te el odáig, hogy egyáltalán modellkedj, illetőleg, hogy azt követően pedig az hátrahajtad egyáltalán? Vagy hogyan tudod ezt a kettőt egy nevezőre hozni? Mint szakma, úgy abba hagytam, de van olyan, hogy még mindig elvállalok fotózásokat, mondjuk ismerősöknek, barátoknak, ilyesmi. De hát igen, az egy érdekes vonal volt, hogy én azt elkezdtem. Nagyon sokat tanultam belőle, és az, hogyha már így a traumákhoz akarunk visszamenni, vagy így erről beszélünk, akkor nekem az egy nagyon durva testképzavart okozott. Tehát én utána iszonyatosan sokat szenvedtem azzal, meg dolgoztam azon, hogy én hogyan fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok, mert bármennyit fogytam, nem voltam elég jó. Tehát én ott voltam 52 kiló a 175 centimhez, ami olyan, hogy nagyon viccesen néztem ki, mint Popeye, hogy az a felső karom az vékonyabb volt, mint az alsó karom, fura csontozatomban. Semmi cicim nem volt, nagyon-nagyon vékony voltam, de mivel a csontozatom az olyan, hogy nagyobb a csípőcsontom, ezért, és ott olyan méretezés van, hogy 90-60-90 az, ami a maximum lehet, nekem a csípőm az soha nem ment le 92 alá, és hiába voltam olyan, mint egy csontváz, akkor is azt mondták, hogy úristen, de jól nézel ki, Szinti, úgyhogy már csak egy kicsit kell fogynod, innen kell fogynod, meg onnan kell fogynod. És én belenéztem a tükörbe, és azt néztem, hogy mekkora luk van a lábaim között, és hogy legyen még nagyobb, és nem voltam elégedett magammal, és én mire ezt leküzdöttem, az évek volt. De ezzel még nem adtál választ arra, hogy hogyan lehet közös nevezőre hozni valakinek az életében ezt a csillogást, meg ezt a belső
vagy belülre való figyelést? Szerintem ez tök személyiségfüggő. Tehát általában igazad van abban, hogy azok, akik egy ilyen szakmát választanak, ott azért egy olyan közegbe kerülnek, ami egy nagyon felszínes közeg. Viszont azért vannak olyan modellek, akik, meg olyan szakemberek, fotósok, akitől lehet tanulni, vagy érzed azt, hogy a gondolatiság az megnyerő? Nekem például a bookerem, aki ugye a modellügynökségemnél intézte a munkáimat, ő egy tök spirituális srác, aki a mai napig, mármint ma már, hát ilyen gyógyító masszázsokat csinál, abszolút elindult egy ilyen buddhizmus felé, vagy spiritualitás felé. Úgyhogy vannak ilyen emberek. Elhiszem, meg nem szeretnék nagyon általánosítani, de azért mégiscsak azt gondoltam én, hogy ez egy ilyen nagyon felszínes valami, és hogy én nem tudom, hogy jól tudnám érezni magam egy ilyen közegben. Hát igen. Most én ebben csak úgy tudok, vagy erre csak úgy tudok választ adni, hogy mondjuk visszagondolok arra, hogy milyen fotózásaim voltak. És volt olyan, hogy tök jó csapatom volt, akikkel tökre megtaláltam a hangot, még úgy is, hogyha most spiritualitásról beszélünk, akkor nem volt egy ilyen spirituális közeg, úgymond, de akkor is nagyon jól megtaláltam velük a hangot. Volt olyan, ami spirituálisabb közeg volt olyan, ami nem. Tehát, hogy nekem nem a munka maga volt az, amire azt mondanám, hogy felszínes, tehát nem a munka folyamat, hanem az egész, amiben bele van rakva, az inkább. Tehát, hogy ez olyan, mint egy húspiac. Uh-huh. Meg gondolom, tini voltál, nem? Amikor elkezdted. Hát, és pont az a legrosszabb, hogy akkor, amikor még fejlődik a személyiség, amikor keresem önmagam, akkor mondják azt, hogy nem vagyok jó. Egyébként ma voltam tanítani a zenesuliba, és ott van egy nagyon fantasztikus, intelligens, érzékeny tanítványom, akivel mindig beszélgetünk óra elején, és ma valamiért elpofáztam neki, hogy én azért lettem zenész, mert én abban hiszek, vagy abban hittem mindig, vagy én azt érzem, nem tudom miért a jó szó, hogy a zene az egy olyan emberi eszenciából fakad, aminek a középpontja, aminek a lényege pontosan ugyanolyan az eszkimókban, az afrikaiakban, az ázsiaiakban, az mindenki. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy milyen nemzetiség, milyen vallás, meg milyen, tudom én, bőrszín, hogy ezek teljesen irreleváns paraméterek, hanem van az embernek az embersége, és a zene egy olyan nyelv, ami mindenfajta embernek, az összes embernek az emberségét így össze tudja kötni. Mert nincsenek verbális korlátok, most már ugye földrajzi korlát, semmilyen korlát nincsen, hanem hogyha én itt meghallom a nem tudom milyen igluba fölvett dalt, én ugyanazt az érzelmi impulzust tudom a magamévá tenni, amivel azt a zenét elkészítették. És én azt mondtam ennek a srácnak, a Vincének, hogy én azért lettem zenész, mert én ezt szeretném csinálni. Én azt szeretném csinálni, én ennek az erejében hiszek, hogy a számomra érthető dolgok közül zene az a leginkább olyan eszköz, amivel én ezt esélyesnek látom, hogy az emberek közötti ellentéteket és bármilyen különbségeket kommunikáció szinten át lehet hidalni. És az én életem döntései végső soron erre vezethetők vissza. És én ezt nem értékelem lázadásként, mert noha tudom, hogy sokkal könnyebb életem lenne most, hogyha nem eszerint a mesdje szerint döntök minden alkalommal. De akkor nem lennék önazonos. Akkor nem lennék önazonos. De hát jó, nekünk ez a legfontosabb, de van akinek meg az fontosabb, hogy mit tudom én, ki tudja cserélni a nyílászárókat a házán, meg le tudja szigetelni, meg a faszom tudja. Szóval érted? Nem tudom, kinek van igaza. Hát, na de pont tudom. Ez a lényeg ebben a korban, hogy megtaláld önmagad és önazonos legyél. Ezért való a lázadás, mert a lázadás az abból, tehát ez azt jelenti, hogy abból a rendszerből, amiben én beleszülettem, és megtanítottak arra, mondjuk milyenek a szüleim, mi az a család, amiben beleszülettem, abból megtapasztalom, hogy mi az, amivel én tudok azonosulni, de közben ott van a környezet, amit szintén megtapasztalok, és abból is kiveszem azt, hogy mivel tudok azonosulni, és hogyha a kettőt összerakom, akkor leszek én.
És ez, tehát, hogy és a lázadás, azt úgy értelmezem, hogy van olyan, hogy úgy lázadok, hogy én nem leszek teljesen ugyanaz, mint amit otthonról hozok, és ez az otthoniaknak egy lázadás. Uh-huh. Nekem nem biztos, hogy az nekem azon azonosságomnak az útja. Értem. És az, amit még mondtál, az egy tök érdekes dolog, azt én úgy fordítanám le, mint a kollektív tudattalan, hogy mindenki, tehát, hogy van valami olyan, vannak olyan nyelvek, amiket nem tanultunk meg, hanem tudjuk. Uh-huh. És ilyen például a rezgés, ami a zene, vagy ilyenek például a szimbólumok, ami szintén ugyanilyen. Vannak olyan kollektív szimbólumok, amiket nem tanultunk, hanem velünk születtek. Például? Például a kereszt szimbólum. Volt egy ilyen kutatás, ezt néprajzkutatók csinálták, akik megnézték azt, hogy össze-vissza voltak, ez egy globális kutatás volt, tehát elmentek Amerikába, Afrikába, Európába, Ázsiába, mindenhova, és kutatták a szimbólumokat, és azt találták, hogyha valamit elrontunk, például elkezdek leírni egy papírra valamit, és elrontom azt, és szeretném jelezni a külvilágnak, hogy elrontottam azt a dolgot, és erre kapok három lehetőséget, akkor biztos, hogy a három lehetőség között benne lesz az, hogy én ezt a valamit át fogom húzni egy X-szel. És ezt így csinálja egy afrikai benszülött törzstag, így csinálja egy New York-i üzletember, így csinálja egy ázsiai, ezt mindenki így csinálja. Ezt egyébként Jung volt az, aki még kutatta ezt a témát. Ő azt mondta, hogy vannak olyan archetipikus szimbólumok, amik szintén mindenkinek ugyanazt jelentik. De beszéljünk kicsit álmokról, mert azokat nagyon kedveled, nem? Uh-huh. De mi jó az álmokban? Én utálom az álmokat. Ja! Hát ezt nem tudtam rólad. Miért? Én nem szeretek álmodni, mert én akkor tudom igazán kipihenni magam, hogyha nem tévét nézek. Nekem az olyan, hogyha valami van a fejemben, akkor az nem pihentető. Én azt szeretem, hogyha becsukom a szemem, és olyan, mintha lekapcsolnánk a villanyt a szobában, és tök sötét van, és hogyha vannak ilyen képek, akkor az nem jó nekem. Ez, amit mondasz, ez tök logikus egyébként, mert akkor álmodsz, amikor a REM szakaszban vagy, amit úgy hívják azért REM szakasz, mert rapid eye movement szakasz, tehát, hogy gyors szemmozgás szakasz, így hívják, hogyha egy ember, akit megnézel, hogy alszik, és így mozog a szeme a szemhéja alatt, akkor álmodik. És hogyha akkor felébreszted, akkor biztos, hogy emlékezni fog az álmára. És meg biztos rossz kedve is lesz. Nekem magam is. Pont ezért, mert hogy nem tudja kipihenni magát rendesen. Tehát, hogyha te emlékszel az álmodra, az azt jelenti, hogy ebben a szakaszban kelsz fel, de ahhoz, hogy teljesen kipihent magad, ahhoz igen, ezeket a REM szakaszokat, mert egyébként több van egy éjszaka alatt, mert ez hullámszerűen jön. Tehát van, amikor mélyen alszol, van, amikor majdnem ébren vagy, és a REM szakasz az ott van ugye majdnem ébrenlét közelében. Tehát ezeket egy pár ilyen szakaszt muszáj átaludnod teljesen, hogy teljesen ki tud pihenni magad. Nézd. Ez a, azt hiszem, az a mostani alvásom a mai éjszakai. Aha. Ez a polar technológia, igen, és nézi külön a REM, meg a deep sleep, meg a... Mi van tök még? Jó. Még van egy harmadik, ami ilyen light sleep, hogy mi a tököm. Meg azt is nézi, hogy mennyit vagy fönn, mennyit... Mocorogsz? Aha, igen, de arra te nem emlékszel, ugye én nem emlékszek rá. Ilyenkor tényleg olyan dolgokat csinálok, amikre nem emlékszek, de... Kimész WC-re, alvajárás. Szóval ez tök, és azt látom, hogy a REM, tehát ugye az itt a zöld, az a, nem is tudom, ez ilyen 7 óra, vagy 7 óra 25 percnyi alvásból a REM, az 1 óra 37 perc, de nem ez a legcsekélyebb arány, hanem a deep sleep, mert az csak 1 óra 13. Fú, én azt szeretem, hogy abba vagyok. Akkor nincs akkor van lekapcsolt villany, nem? Az igen, aha, akkor az nem, izé. Fú, akkor én nem azt álmod. Szeretem. Bocsánat. Mondtam. Trademark csuklás. Ja, Istenem. Hát én mostanában olyan szarul alszom, legfőképp miattad, mert a TikTokot az meg lefekszem, és elkezdem pörgetni, és 2 órán keresztül így. És nem tudok elaludni. De visszatérve az álmokhoz. Miért jó az, hogyha az ember reggel fölkel és fölírja magának az álmait, hogy milyen következtetés lehet az álmokból levonni? Mire jók az álmok? Hát, hogyha fölírod magadnak, tehát először is azért ez egy részletesebb folyamat. Tehát van olyan ember, aki egyáltalán nem emlékszik az álmaira.
túlnyomó többségében nem szoktam. Hogyha képes vagy emlékezni az álmaidra, és megismered a tudattalannak ezt a nyelvét, a szimbólumokat, amivel le tudod fordítani, hogy az álmod az mit akar mondani, akkor ez egy segítség a hétköznapjaidhoz. Mert úgy képzeld el a fejedet, ezt az álmodást, vagy ezt a működést, mint hogyha lenne egy titkárnő a fejedben, aki pakolgatja azokat az iratokat, amiket te a nap folyamán láttál, és ez minden, tehát hogy lehet, hogy nem veszem észre, hogy mi van arra a táblára, arra az oklevélre írva, de a tudattalanom az megjegyzi, hogyha én egy pillanatra is ránézek. Tehát ezeket az információkat, amiket én tudatosan nem jegyzek meg, vagy nincs rá szükségem, ezeket a tudattalanomba fogja rakni, vagy a tudattalanom fogja rendszerezni. És hogyha valamire szükségem van, hogy én azzal dolgozzak, mert az segíteni az én személyiség fejlődésemet, akkor ez a kis titkárnő rendszerezi ezeket a papírokat, és odarak nekem egy ilyen pakkot, hogy ez az, amivel foglalkoznod kell. És akkor azt fogja megmutatni az álmaimban. Hogyha én felkelek, és egyébként a REM szakaszba kelek fel, és emlékeznék arra az álomra, de egy idő után elfelejtem, akkor ez azt jelenti, hogy én azt elfojtom, azt az információt, tehát ez egy olyan tartalom, ami egy kicsit nehezebb. Viszont az is fontos, hogy a tudattalan az nem fog olyat mutatni, amire én nem vagyok felkészülve. Tehát... Ezt honnan tudjuk? Ja. Mert nem lenne értelme, hogyha olyat mutatna. Tehát az agy, meg az embernek a szervezete, meg minden az azért működik, hogy túléljem a dolgokat. Az agyunk is úgy működik, hogy segíti az én túlélésemet és az én működésemet. Tehát nem lenne értelme annak, hogy olyat mutat a tudattalan, amire nem vagyok felkészülve. És hogyha mindig olyan szakaszban ébredsz föl, amikor nem rendbe vagy, akkor... Megőrülsz. Ja nem, bocsánat, ha mindig rendbe vagy, és akkor ébredsz fel, akkor pszichotikus tüneteket fogsz mutatni utána. Ezen már túl vagyok. Igen, bocsánat. Nem, okay. ha mindig olyan szakaszban, tehát ha soha nem rendben ébredsz, most csak egy gondolat kísérlet, akkor soha nem emlékszel az álmaidra? Vagy lehet, hogy úgy is, tehát hogy van olyan is, hogy nem abból ébred, nem éppen pont az meg épp kinyitottam volna ezt a jó kis csomagot, de felébredtem, hanem szóval érted, hogy akkor is lehet emlékezni az álmodra, hogyha nem az álmodból, az álmodás szakaszból ébredsz föl? Hát pontosan az álmodra arra úgy tudom, hogy nem, de vannak olyan módszerek, amikkel így meg lehet nyitni a tudattalan, például hipnózis. Ó, de van kicsit, nem tudom, ilyen DIY-abb módszer arra, mint a hipnózis. Te félsz tőle? Nem, csak fasznak van arra pénze, hogy kitaláljam az álmaimat hipnózis alatt, érted? Vagy megtanulni ezt, nekem erre nincs időm. De nekem nagyon, tehát engem borzasztóan érdekelnek az álmaim, és tudom, hogy csomószor, tehát az nem létezik, hogy de mindig álmodsz, nem? Tehát minden, nem úgy értem, hogy te, többször hanem... Többször egy éjszaka. Igen. Tehát olyan valószínűleg nincs, hogy de facto nem álmodsz, vagy nincsenek álmai, de én ahhoz képest viszonylag ritkán emlékszem az álmaimra, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket álmodok. Szeretnék többet tudni. Hát... Erre mondtad, hogy föl kell írni valahogy, nem? Hát, igen, de azt mondja, hogy nem akar. Igen, nem akar ezzel foglalkozni. De várjál, nekem a TikToknak azt mondtad, hogy... Vagyis neked. Igen, a TikTokon azt mond. Ha tök mindegy, hogy nem emlékszel rá, hogyha az első gondolatod eszedbe jut, azt írd föl. Aha. És akkor ez fog... De tényleg, nem az álmodra kell gondolni, vagy az, hogy... Mire is gondoltam. Hanem az érzésre, igen, milyen érzés van benned, milyen volt az éjszakád. Tehát ugye ezeket elkezded leírni, és mondjuk minden reggel, amikor felkelsz, akkor ezeket leírod azonnal, ott van a kis füzet, és akkor megfogod, vagy a telefonod, és akkor azonnal elkezdesz pötyögni. Akkor utána, tehát akkor így az agyunk, tehát edzeni kell az agyunkat, akkor arra fogod rá edzeni, hogy egy idő után emlékezni fogsz rá. Én nekem nincsen szükségem rá, tehát csináld, aztán majd számolj be arról, hogy mi történt. Nagyon szívesen. Én nagyon jól érzem magam anélkül, hogy álmodnék, mert én azt gondolom, hogy most úgy látszik, hogy a tudatalattinak nincsen közölni valója velem. Az én párom, ő imád ezekben az ilyen lomtanításokkor körbe menni, és ilyen kis kincseket találni, keresni.
és képzeld el, hogy talált egy iszonyatosan para, egy ilyen levélgyűjteményt, vagy ilyen írásgyűjteményt, és ezt vágod? Hát meséltem szóval mondta, nekem, mondtam nem neked? Itt az adásban. Igen. Képzeld el, hogy de tényleg annyira para, hogy nem tudom egyszer elmondani. Azok egy egész ilyen vastag köteg írás valakinek az álmai vannak leírva, de ugye ezt nem mi nem mondom. Tudtuk előre. Tehát így elkezdtük olvasgatni este egy elalvás előtt, így hát olvassuk el ezeket a leveleket, és elolvassuk, és olyan dolgok vannak leírva benne, hogy így, úristen, ez mi? És akkor a harmadik, negyedik után jöttünk rá, hogy hát ezek valószínűleg álmok, mert embereket gyilkolnak benne, meg olyan, tehát még történelmi figurák is vannak benne, vagy ilyen politikai személyiségek, akiknek nem így végződött, ez nem mindegy. És fantasztikus részletességgel és gazdagsággal van leírva ez. És néha voltak dátumozói, tehát nem olyan, tudom, nem egy 15 évnyi álom, ennyi kötek, hanem viszonylag rövid idő. És akkor az én kérdésem meg az, hogy nekem ez miért nincs? Tehát, hogy annyira, tehát ahhoz képest, hogy mennyit szeretnék emlékezni az álmaimra, nagyon kevés. Hát nem foglalkozol meg vele. De hát jó, oké. Okay. Jó, tényleg nem csinálom azt, amit mondtál, hogy ahogy felébredek, leírjam az első érzésemet. Egyébként ez 10 reggelből 9-szer ugyanaz a gondolat lenne, de hát nem tudom, de mindenkinek más a bioritmusa. Nem tudom, hogy ez nekem mennyit használna. Valahogy arra gondoltam, hogy hát, ha van valami, de biztos, hogy használna egyébként, tehát tudom, hogy nem egy ilyen semmiből veszed ezt elő, csak nekem most az én helyzetemben ez olyan távolinak látszik, érted? Ugyanabban a pozícióban kell maradni. Tehát ahogy felkeltél, legyen meg az a tudatosságod, hogy oké, akkor most nem mozdulj. Mert hogy ahogy felkeltél, az a pozíció, amiben a tested a legkényelmesebb állapotban tudott lenni ahhoz, hogy álmodj. Ezért abban van a legkényelmesebb állapotban ahhoz is, hogy emlékezz. Tehát, hogyha nem változtasz pozíciót, de ott van a füzet a polcon, és megfogod, és leveszed valahonnan, és akkor leírod ugyanabban a pozícióban azt, hogy éppen mit érzel, vagy hogy mik vannak benned, és ezt gyakorlod, akkor hidd el, hogy jönni fog. És a hipnózis mellett van esetleg még olyan bármi módszer, vagy gyakorlat, amit az ember önmagában tud végezni, hogy kicsit így turkásszon? Van, csak ahhoz is tanulni kell azt, hogy mit jelentenek a szimbólumok. Van egy pasi, akit úgy hívtak, hogy Winnicott, és ő csinált egy olyan tesztet, ami nagyon-nagyon hasonlít az álomelemzéshez, meg lehet is használni egyébként így. Egy olyan tesztet akart csinálni, amivel a leggyorsabban és a legegyszerűbb módon ki lehet szedni a legtöbb információt a gyerekekből. Az gyerekeknek lett kitalálva ez a teszt, de egyébként felnőtteken is ugyanúgy használható. Az a lényege, hogy firkálni kell valamit, és akkor ki kell egészíteni azt a firkát egy rajzzá. Mit tudom, firkálsz valamit, és akkor rajzolsz belőle egy macit. És ezt meg kell csinálni 9-szer. A 7. ábra, az pedig egy ilyen cici formájú ábra. Ezt úgy is hívja a Winnicott, hogy anyamell provokáció, mert hogy az anyával való kapcsolódásunk az egy nagyon-nagyon fontos pont a személyiségfejlődésünkben, és azért ő ezt így belerakta tudatosan ebbe a tesztbe. És 9 ilyen kis ábra fog készülni, tehát azt a kis cici formát is ki fogják egészíteni. Vagy cicit szoktak belőle rajzolni, vagy popsit, vagy egy, mit tudom én, fektetett hármast, vagy madarat, vagy fordított szívecskét, vagy ilyesmit. Igazából tök mindegy. Ebből a 9 ábrából utána mondani kell egy mesét. És annak a mesének a szimbólum tartalmát lehet lefordítani. Úgyhogy a legelső ábra, tehát a legelső firka, amit kiegészítesz, az leszel te a mesében. Mert hogy az embernek van egy ilyen én központusága, ezért az első gondolatát, tehát magát fogja belerakni az első rajzba, vagy az első gondolatba. És a 7. ábra, az pedig az édesanyja, vagy az anyai ág, vagy az anyával való kapcsolatot fogja szimbolizálni a mesében. És miért pont a 7.? Ez egy jó kérdés.
de nagyon-nagyon sok, tehát például a Rorschach tesztben az is egy ismert teszt, abban is a hetedik ábra, vagy a tábla jelenti az anya táblát. És a hetes, az egy ilyen nagyon érdekes szám, mert nagyon sok mindenben megjelenik. Tehát a például hétfői a Biblia... sárkányban. Hát a hétfői sárkányban, a mességben, vagy a Bibliában, hogy Isten hét nap alatt teremtette a világot. A hetedik napon pihent, de ugye ez a hetes. Tehát nagyon-nagyon sok szinten, a, hogyha már spiritualitásról beszélünk, akkor a csakrák, ott is azt mondják, hogy hét csakra van. Hmm. Tehát ez a hetes szám, ez egy ilyen fontos szám valamiért. Ja, tényleg, amúgy úgy tűnik. Nem akarlak megakasztani, csak azt ide így beszúrnám, hogy a zenében, amikor egy olyan, egy hetes alaptüktetésű zenéről van szó, általában egyébként ez tradicionális zene, és ritkábban úgynevezett műzene, az ugye nem egy evidens osztás, mert az evidens osztás az a páros, uh-huh. négy vagy valami, vagy esetleg a keringő, de a hét az ugye egy aszimmetrikus, gyakorlatilag páratlan. Billegő, uh-huh. igen, páratlan, egy sánta osztás, és mégis annyira esszenciális ilyen földes, mély dallamokat, meg harmoniai ritmus lehet a hétre, hetes osztásra implementálni, hogy fene gondolná, érted? Na mindegy, uh-huh. csak ennyi. Fejlődés lélektanban is azt mondják a pszichológusok, hogy a 7 éves kor az, ami a leginkább meghatározó. Tehát 7 éves korunkig vagyunk beprogramozva, és utána azokat a programokat, amiket addig megtanultuk, azokat fogjuk újra és újra játszani. Sőt, azt is szokták mondani, hogy az emberiség, vagy az embernek a sejtjei az 7 évente cserélődnek. Uh-huh. 7 évente fog valami változás történni. Hmm. Uh-huh. Úgyhogy ez a hetes, ez nagyon erőteljesen ott van, úgy mindenben. És ugye miért az anyához köthető? Az anya, aki anyagot képes teremteni. Ez egyébként az angolban is így van, hogy mother matter. Wow. Nagyon hasonló. Yeah. What's the mother? Yeah. És ugye ez tök érdekes, hogyha már így a társadalomról, meg ilyesmiről beszélünk, hogy az emberek azok nagyon-nagyon hajlamosak arra, hogy tárgyakhoz, tehát az anyagi dolgokhoz. Ebben a műsorban ez minden nap felvetődik, nem? Vagy minden adásban. Tehát azok ahhoz ragaszkodjanak. És az anyagi, nem véletlenül anyagi, mert hogy tök érdekes, hogy a személyiségfejlődésünk az úgy megy végbe, és ez egyébként nem csak pszichológiailag van így, hanem ezért mondtam azt, hogy a vallásokban is megvan ez a kapcsolódás, a pszichológiában is ugyanazok, majdnem ugyanazok, nagyon-nagyon hasonló az, hogy miről beszélnek a különböző ideológiák, vagy tudomány, akár hogyha pszichológiáról beszélünk, mint tudomány, bár azért sokan azt mondják, hogy az nem igazi tudomány. Abból, amit elmondtál, számomra olybá tűnik, és én ezzel szkeptikus vagyok, hogy az álmoknak van egy általános jelentéstartalma. Az nagy álmos könyvben le van írva, hogy melyik álom mit jelent. És ugye valaki... Nem így van? Szerintem a nagy álmos könyvet ezt szerintem ne vegyük alapul. De mégis sokáig ez egy minden magyar háztartásban megtalálható könyv volt. Az álomelemzésnél fontos az, hogyha álmodsz, akkor... Tehát akkor azt mondják, hogy az álmodban minden te vagy. Tehát, hogyha megjelenik egy másik személy is az álmodban, akkor is az a te viszonyulásod a másik személyhez, és azt fogja szimbolizálni. És vannak különböző ilyen módszerek, hogy hogyan lehet az álmokat elemezni. Például lehet ugyanígy csinálni, hogy mondjuk, hogyha kevés emléked van az álmodból, csak különböző képek jelennek meg, hogy úristen, az álmodban volt egy kisfiú, vagy volt benne egy ház, volt benne egy rét, mondjuk, vagy egy fényesen sütött a nap, stb., akkor azokat te össze tudod rakni, és azokból is tudsz írni egy mesét, és azt is le tudod fordítani. Ez oké, csak ugyanazok, tehát hogyha te álmodsz valamit, teszem azt egy halálesetről, én is álmodom egy halálesetről, akkor mind a kettőnk esetében
általánosan megfogalmazható az, hogy ennek az a jelentés tartalma, hogy teszem azt, nem értek hozzá, sokáig fogunk élni. Hogy valaminek vége van, ez azt jelenti. A halál az egy határ. Tehát az a halált azt az életünk végének tekintjük. Tehát ez azt jelenti, hogy ott átlépünk valami határt. Lehet, hogy ott vége van mindennek, de az, ezt értem. Az is lehet, hogy lehet, hogy rossz volt a példa, de összességében lehet-e azt mondani, hogy ha te álmodsz valamit, meg én álmodok valamit, ugyanazt, te, mit tudom én, van benne kismacska, vagy a franc se tudja, hogy ezeknek a jelentéstartalma mind a kettőnk esetében ugyanaz-e? Nem teljesen. Ez olyan, mint a szivárványnak a színei. Tehát, mármint, hogy ezt ehhez tudom hasonlítani, hogy a szivárvány 7 színe az ugyanaz, de nálad lehet, hogy a kék, a sötét kék, nálam meg lehet, hogy világos kék. Érted? Tehát, hogy ezt, ezeket a különbségeket személyenként meg kell tudni ismerni, és tudni kell azonosítani. És hogyha tudod azonosítani, akkor jól tudod elemezni az álmot, mert az álomelemzésnél mindenképpen tudomásul kell venni azt, hogy ki álmodja, és hogy mi az ő története, meg hogy ő maga kicsoda. Mi a pszichológiai vetülete annak az állapotnak, amit az ember, remélem mindenki, de bizonyos emberek mindenképpen akkor tudnak átélni, amikor, vagy erre azt szokták mondani, hogy in the zone, amikor valahogy így a világból, tehát a külvilágból érzékelt input így kicsit leszűkül, és valahogy a gondolkozás is, meg tehát én azt vélem legalábbis észrevenni magamon, nem tudom, hogy ez így van-e, de én azt veszem észre, hogy akkor a szellemem, meg a fizikai mi voltam, valahogy így egy ilyen rendszerezett, mondjuk, most én egy jobb szót nem tudok erre, egy ilyen repetitív, meditatív valamilyen tevékenység folytán egy olyan letisztultsági állapotba kerül, amikor valahogy a legtöbb ilyen negatív gondolat az ilyen akut stressz, krónikus stressz, a folyamatos fehér zaj, az ilyen szarságok eltűnnek, és kicsit úgy megnyugszok, még akkor is, hogyha mondjuk ilyen a testemet igénybe vevő tevékenységet folytatok, mint például egy 10 kilométeres futás, vagy valami ilyesmi. De hogy mégis a tudatom az eljut egy olyan békés frekvenciára, ahol az addig észre, vagy gondolt vélt problémák megoldhatónak tűnnek, a lehetetlen az inkább ilyen nehéznek tűnik. Szóval minden kicsit olyan optimálisabb szögből látszódik. És az lenne nekem a kérdésem, hogy ez a in the zone állapot, ez milyen pszichológiai jelenség, vagy ez minek köszönhető? Erről tudsz valamit? Most amíg ezt mondtad, két dolog jutott eszembe. A tudatos jelenlét jutott eszembe, hogy tudatosan ott vagyok a jelenben, és arra koncentrálok, hogy mi van most. És ez nem csak, tehát, hogy az nem csak azt jelenti, hogy nem gondolok semmire, hanem az, hogyha valamit érzek, akkor azt miért érzek, vagy hogyha valamilyen gondolatom van, akkor azt miért gondolom, és ezt tudatosan átgondolom. Ez jutott eszembe. A másik, ami eszembe jutott, az a flow. Uh-huh. Flow. Igen. Hogyha flowba kerülök. De ahhoz is a tudatos jelenlétre nagy szükség van. Anélkül szerintem nem megy. Szerintem ez érdekes, mert szerintem nem. Szerintem a flow az egy ösztönös, tudatos jelenlét. Tudatos az kell? De ösztönös. Tehát, hogy a flow az olyan, hogy te te pont azért vagy flowban, mert hogy nem vezeted azt, hogy tudatos vagy, hanem tudatos vagy úgy, hogy flowban vagy. De ez tök jó példa a futás. De egy 10 kilométeres futás. Futsz. Nem tudom, szoktál futni? Utálok futni. Ugye egy 10 kilométeres futás az szerintem nagyon hatékony tud lenni ahhoz, hogy ebbe az állapotba kerüljön az ember. Sure. Nagyon, amikor elindulsz, akkor nagyon tudatos vagy, de valahogy ezt így egy kettőségként tudod megfogalmazni. Tehát egyszer elszállt az agyad, egészen máshol jár, és mégis ott vagy a testedben, és hallod a trappolásodat, meg ahogy mész körbe.
Ez, amit mondasz, ez a futóháj. Ezt így hívják. Van egy ilyen Family Guy rész is, amikor a Brian... Az kurva jó. Az nagyon jó. Amikor becsajozik, és olyan csajt szed össze, aki imád futni, és akkor elmegy futni, és utál futni, és addig fut, hogy megszerezze a csajt, hogy végül belekerül ebbe a futóhájba, és onnantól kezdve rákattan, és igen, és ez lesz a függősége. Ja. Mi ez a jelenség a tudatban, amikor igazából ugyanazok az életkörülményeid, mint addig, ugyanazok a paraméterei az életednek, ugyanaz a családod összetétel, ugyanaz a munkád, ugyanannyi a fizetésed, ugyanolyan globál politikai helyzet van a világban, szóval hogy igazából a stressz forrásaid ugyanazok. Csak az a különbség, hogy most már 40 perce futsz, és hogy mégis ez a valahogy olyan más perspektívába tudnak kerülni ilyenkor dolgok az ember elméjébe, és azon szoktam ilyenkor gondolkozni, hogy bassza meg, én most élhetnék amúgy végig így? Tehát, hogy, szerintem hogy... igen. Szerintem nem. Jó, nem azt mondom, hogy reggeltől estig minden pillanatban. Sőt, jó az, hogy az ember megéli a mélységeket is. De azért, hogyha megtanulod azt, hogy hogyan kell ezeket a szituációkat kezelni, akkor szerintem egészen magasabb az jutott eszembe, hogy rezgés számon tudsz létezni, de az... Mert ez így van? Nem tudom, mert én nem vagyok ebben annyira biztos, de... Dietrich Erdő már itt leszögezte, hogy ezt tudományosan alátámasztott. Igen. Fiú, nem volt még jutom utána járni. Neked mi a véleményed erről? Mert akkor te lesz a második ember, aki ezt, hogy lelki rezgés szint, azt hiszem, hogy rezgés szint ezért használd, terminus. Hát én próbáltam ennek utána keresgetni, és olvastam egy-két nagyon okos embernek a könyvét. Nyilván én mindent nem tudhatok, tehát nem tudom, hogy pontosan hogyan működik ez a dolog, de igen, én azt olvastam, hogy meg tudják mérni azt EEG-vel, tehát azt, hogy milyen agyhullámaink vannak, hogy éppen milyen rezgései vannak a különböző érzéseknek. Én ezt olvastam. Úgyhogy most magadnak mondtál ellent. Miért? Mert először ellent mondtál nekem, és utána én erre mondtam azt, hogy hát egy egészen más rezgésszámra képes eljutni az ember, és most alátámasztottad, hogy ez így van. De mire mondtam ellent? Hát arra, hogy nem lehet reggeltől estig így élni az életet. Hát tehát, mert reggelt, mert folyamatosan nem lehet. Tehát az hogy te, mert egy napon, vagy egy napnak a folyamán különböző hullámhosszon van az agyunk. De ez nem csak a nap folyamán van így, hanem az éjszaka is, ahogy álmodunk. Ott is van olyan, hogy ezek a különböző agyhullámok, a téta agyhullám az egyik legmélyebb. Szerintem utána jön még egy. Ez frekvenciában? Igen, alacsony frekvenciát jelent, vagy magasat? Alacsony, aha. Tehát minél nyugodtabb. De egyébként tök érdekes, hogy van egy olyan cucc is, egy ilyen műszer, ezt is, erről is olvastam, meg láttam egy ilyen dokumentumfilmet, amiben benne volt, hogy ilyen kis tapancsokat helyeznek a fejedre, és azzal mérik, hogy milyen milyen hullám hosszon van az agyad, és direkt megnézik a különböző frekvenciákat, és nézik azt, hogy hogyan reagál az agyad a különböző frekvenciákra, és azt a frekvenciát fogják beállítani, amiben a legnyugodtabb vagy. Aha. És akkor az, amivel úgymond így gyógyítanak. Jesus. Ilyen hang. Ez tök ijesztően hangzik. Frekvencia. Mondjuk, hogyha nem egy 10 kilométeres futással tudom elérni ezt az állapotot. Meditáció. Meditáció. Te meditálsz? Én minden reggel, meg minden este. Nem sokat, sajnos. A saját pszichológusom ajánlotta, hogy meditáljak többet. Ő adta nekem ezt a feladatot, és még nem vettem rá magam arra, amit ő mondott, mert azt mondta, hogy egy napi 2 órát kéne meditálnom. Wow. 2 óra meditáció az sok. Az sok. Sok lenne. Hát azt mondják, hogy akkor tudsz elérni egy olyan szintre, tehát hogy akkor tudod tényleg kizárni a gondolataidat, és tényleg a jelenben lenni, és olyan élményeket átélni, ami segít. Van egy pasi, úgy hívják, hogy Joe Dispenza,
róla hallottatok? Ő egy, azt hiszem amerikai, egy orvos, pasi, kurva jó könyveket ír, és ő írja le ezt az egyik könyvében, hogy meditáció által hogyan tudsz, összeköti kvantumfizikával, hogy hogyan tudsz belelépni ebbe a... Tetszik mi? Ebbe a, az úgynevezett hát kvantummezőbe, amiben, amiben meg tudod változtatni azokat a rezgéseket, amik benned vannak, vagy azokat a... Még egyszer, ki ez a csávon? Joe Dispenza-nak hívják. Joe Dispenza. És a könyvének a címe az az, hogy válj természet felettivé. Oké. Okay. Nagyon sok kritikát kap az a pasi egyébként, de valószínűleg azért, mert hogy ő megengedi magának azt, hogy hogyan... Tehát ő bízik abban, ami több nálunk, és... Gondolom nem lehet tudományosan alátámasztani mindazt, amit leír. Van, amilyen részét lehet, van, amit nem. És ezért kap kritikákat. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem az az ember, aki... Sőt, mondok egy példát erre. Semmelweis, akiről egyetem van elnevezve nálunk, és Amerikában is, aki az orvoslás tudományában van benne, az elég mélyen az ismeri általában Semmelweisnek a nevét. És ő volt az, aki olyan dolgot állított, amit nem tudott tudományosan megmagyarázni, hogy ő megmosatta mindenkivel a kezét azért, mert rájött arra, hogy lehetséges, hogy valamiféle dolgok, apró kis lények élnek rajtunk, amik megbetegítenek minket, és ez okozhatja a gyermek ágyi lázat, hiszen úgy műtenek az orvosok, hogy nem mosnak kezet. És hiába volt az, hogy több mint, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem több mint 70%-kal megnövelte a gyógyulását ezeknek a nőknek, de őt akkor is elmegyógyintézetbe zárták. Elképzelhetőnek tartod, hogy amit a szerző leír, az ma még tudományosan alá nem támaszható, de elképzelhető, hogy néhány évtized múltán lesz valami. Igen, én azt mondom, hogyha mai nap a 21. században megjelenik egy Semmelweis, akkor én azt nem akarom agyon verni. Szerintem ezt kurva jól gondolod. De tényleg. Arra lettem volna kíváncsi, hogy te miként definiálod, vagy miként tudnád mondjuk egy olyan városi köcsögnek, mint én elmondani, hogy mi a meditációnak a lényege. Mert ugye most nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudom én a jógának melyik izéjéből jön, meg hogy egy embernek, aki szeretne kicsit úgy centralizálódni belül, meg szeretné egy kicsit csökkenteni ezt az ilyen viharvert felszínét az érzelmeinek, meg a lelkének, meg mondjuk nem tudom, hogyha stresszes, vagy bármi, hogyha egyszerűen nem tud koncentrálni, vagy tök mindegy, hogy te mit tudnám mondani, hogy mi a lényege? Nem is az, hogy mi a lényege, csak hogy mit kell csinálni egyrészt, meg hogy mit jelent az, hogy meditatív állapotba kerülsz, mert erről van ugye az embernek egy ilyen klisé elképzelése, hogy leülsz is. Lótuszülésbe. De hogy úgy a gyakorlatban tényleg egy bármelyik embernek egy olyan full átlagos embernek, aki itt, mint én, itt tudok a kocsmába, és... Érdekes, hogy pont ezt hoztad fel, hogy ezt a hangot mondtad, hogy om, mert ez a hang, az om, ez a teremtésnek a hangja. Úristen, ez jó iskolában. A teremtésnek a hangja az azt jelenti, hogy a null pont, tehát amiből teremtődött valami. Hogyha elképzelsz egy fehér lapot, amin még nincsen semmi, de hozzáérinted a kis tolladat, na az az om. Az azt jelenti, hogy már teremtettél valamit, mert ott keletkezik egy pont, és a szimbolikában is a pont, vagy a kereszt, amivel matematikailag megjelölöd a pontot, az a teremtést fogja szimbolizálni. Tehát az om,
az azt jelenti, olyanok vagyunk, mint egy hagyma, hogy arra a nullpontra, a kis teremtésünkre, arra sok minden kis réteg, az ráhelyeződik. Mink is rétegesek vagyunk, mint a hagyma. A meditáció az segít abban, hogy ezeket a rétegeket, ezeket így lebontsuk, és ahhoz a nullponthoz kerüljünk vissza. Tehát ahhoz, ami véleményem szerint ez az ilyen kollektív tudattalanban lévő nullpont tudás. Tehát, hogy ott mindenki ugyanaz. Ez nagyon mély, most. Nem baj, ez jó. De én így gondolom. De akkor mi lehet egy olyan útvonal egy olyan embernek, aki mondjuk, akinek nincsen spirituális ismerete, sem elméleti, sem gyakorlati szinten? Hát minden embernek van szorongása. Ja. Sokféleképpen. Na pont ez valakinek a lényeg, hogy ezt kéne megtorpedózni. Na de ez pont erről szól, hogy a szorongás az vagy akkor van, hogyha ilyen a jövőbe tekintek, vagy akkor, hogyha a múltba. Hogyha jelenbe vagyok, kivéve akkor, hogyha kínoznak, mert hogyha kínoznak, akkor szar a jelen, de hogyha nem kínoznak, akkor éppen lehet, hogy csak ülök a mit tudom én, főzök, vagy valami, vagy mosogatok, vagy a fogamat mosom, és közben jön az, hogy úristen, mit csináltam 3 éve, és szarul érzem magam tőle. De a meditáció az pont arról szól, hogy ezeket engedd el, és legyél a jelenbe, amiben éppen nincs semmi, csak nyugalom, és vissza tudsz kerülni ehhez a nullponthoz. Tehát ezért szokták azt mondani, hogy meditáció során arra kell törekedni, hogy kiürítsd a fejed, mert hogy ne... Tehát ez a fehér zaj, ami általában... De akkor lehet egyébként, hogy ez a running high, az is valami ilyesmit eredményez, nem? Hogy arra koncentrálsz, hogy bazd meg, bal, jobb, meg hogy tudjak lélegezni normális, és ne essek össze, és akkor ez igazából tényleg kiiktatja azokat a... Mert annyira jelenbe vagy, hogy elérsz egy olyan pontra, amikor egy leszel mindennel. Volt ilyen élményed? Volt olyan, hogy meditáció közben jött ilyen élmény. Volt olyan, hogy álom közben jött ilyen élmény, úgy, hogy álmodtam, és tudatos lettem álmodás közben, és úgy jöttem rá erre. Ez kurva érdekes. Nekem is volt néhány ilyen tapasztalatom, és az az igazság, hogy emiatt hiányolom azt, hogy... És amikor ilyenek voltak, akkor emlékeztem is rá. És ez egy pár év. Azt mondom, hogy vagy egy-kettő, vagy 2-3 éven keresztül ment ez a szakasz, hogy olyanokat álmodtam, de ilyen rendszeresen. Tehát havonta mondjuk legalább egyet, de inkább 2-3-at, hogy az álmomban azt éreztem, hogy... Tehát egy olyan jellegű ilyen egész érzést éreztem, amit hát megmondom őszintén, hogy ébren így a közelébe se. És futás közben sem? Akkor nem futottam, akkor piáltam. De hogy a lényeg tényleg az volt, hogy közben így tudatosan. Tehát az volt érdekes ebben, amellett, hogy egy nagyon jó érzés volt, hogy tényleg tudatos dolgokat tudtam végrehajtani az álmomba, amit egyébként pedig egy normális álomban nem tudok. Tehát egy sima álomban annak a filmnek így a szemlélője vagyok, míg ezekben az álmokban a rendezője voltam, és ez elég nagy különbség. És nem vetted észre azt, hogy sokkal élethűbb lett az az álom? Erre nem tudok válaszolni. De ez olyan, vagy nem tudom, ezekről olyan infókat láttam eddig, ami azt sugallja, hogy ezt lehet gyakorolni, illetve megtanulni, de ez... Ezt lehet. Komolyan. Sőt, mint neked is volna ilyen TikTok... Volt, igen. Ja. ...adás, vagy poszt. Volt egy ilyen film, és azt hiszem az eredetben van erről szó. De vannak, például van egy tök jó könyv. Azért... Eléggé. Tehát az már egy elég határokat feszegetően spirituális könyv, a Tolték titok című könyv, amit egy Mexikóból származó álomkutató pasi írt, és ő írja le, hogy milyen mélységekre lehet jutni ezzel kapcsolatban. Azt is mondja egyébként, hogy azt is tudod egy idő után befolyásolni, hogy más
tehát hogy más álmába is bele tudsz lépni. Erről nincsenek tudományos bizonyítékok, csak van, aki ezt gyakorolja, vagy ezt kutatja, és akkor erről beszél, és ő írt erről egy könyvet. De ő tudja, hogy sámán. Hát olyasmi, ja. Nagyon vicces könyv, egyébként iszonyatosan érdekes dolgok vannak benne. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a témákat, de én mindig magamra erőltetem, mert mindig figyelmeztetem magam arra, hogy a lábam akkor is maradjon a talajon. Nőhetek bármekkorára, és juthatok bármilyen fellegekbe, és érdekelhet bármilyen téma, a lábam akkor is legyen a talajon. Ez király, ez bölcs dolog szerintem. Igen, abszolút. Ja, igen. Miért tartottad te fontosnak az, hogy a TikTok követőkkel megoszd annak a jelentőségét, hogy az ember minél inkább tudatos legyen, és a tudatalattiával foglalkozzék? Hát, miért ne? Jó, ez is egy elfogadható válasz, de... Hát azért, mert segíteni szeretnék. Azért, mert én ilyen kis rózsaszín köldökben éltem a gyerekkorom, és akkor azt gondoltam, hogy soha nem értettem, tök érdekes egyébként, soha nem értettem azt, hogy az a környezet, amiben én belenőttem, az akkora tudással rendelkezett, mint az állat. Tehát ugye az ilyen elképesztő tudással rendelkezett. És mitől? Édesapád mivel foglalkozott? Édesapám egy nagyon-nagyon okos ember. Ő sok mindennel foglalkozott, ő inkább egy ilyen életművész volt mindig, de nagyon-nagyon-nagyon okos, tehát hogy neki is az intelligenciája nagyon magas szinten van, anyukámnak is, és én egy ilyen közegbe születtem bele, és azért nagyon sokáig nem értettem azt, hogy... Tehát, hogy én azt szerettem volna, hogyha ilyen kicsit gyermek, ilyen egocentrikusan, hogyha mások is úgy gondolkoznak, mint az a közeg, amiből én jöttem. Így működik egy egészséges gyerek. De hogy közben rájöttem, hogy ezzel, hogyha én ezt megosztom, azzal segítem tényleg az embereket, úgyhogy ez így átváltozott egy ilyen gyermeki egocentrikus dologból egy ilyen tudatos segítővé. Nézd, Cynthia, az a helyzet, hogy mi ezt az adást azért szoktuk létrehozni, vagy azért hoztuk létre, és azért szoktunk vendégekkel beszélgetni, mert szeretnénk, hogy az emberiség, és így mi is közelebb kerüljünk a boldogsághoz. A TikTokon te a boldogsággal kapcsolatosan hogyan szoktál megnyilvánulni? Nem tudom, nem emlékszem már, hogy csináltam ilyen videót. Mit jön neked a boldogság? Most, ami eszembe jut, az az, hogyha így saját magamra gondolok, akkor nekem a boldogság az az, hogyha én energiát teszek valamibe, és attól fejlődök. De egyébként csináltak ilyen kutatást, ha jól tudom, hogy megnézték azt, hogy idősekkel csináltak egy ilyen kutatást, hogy akik már a halálos ágyukon voltak, hogy nekik mi az élet értelme. Azt próbálták kutatni, és azt mondták, három dolgot mondtak a legtöbben. Azt mondták, hogy az, hogy alkoss valami maradandót, legyen az egy kert, vagy egy gyerek, vagy egy festmény, vagy egy bármi. Legalább egy olyan kapcsolatot fel tudj mutatni, aminek volt értelme az életed során. Mármint emberi kapcsolat? Aha, igen. És a harmadik az pedig az, hogy a szenvedésnek az értelmét megtaláld. Tehát, hogyha szenvedtél az életed folyamán, akkor annak te abból mit hoztál ki, vagy mi volt az értelme? Miért lettél tőle nemesebb? Mit tanultál belőle? Tehát ezt mondják, hogy ez az, ami az életnek az értelme, úgymond, tehát a boldogság. És te ezzel egyetértesz? Számodra is? Ez, én ebben látom a logikát, mondani? Igen. Azért az utolsó részben azért vannak olyan gondolataim, hogy sokszor a történelem során történtek olyan események, amikben az emberek úgy szenvedtek, hogy annak nem tudom, hogy mi volt az értelme. De ehhez képest még egy auschwitzi haláltáborban is éltek olyanok, akik utóbb kikerülve onnét azt mondták, hogy ott nagyon magas boldogság szintet értek el. Volt egy ilyen magyar nő, aki könyvet írt erről.
Az Éva Edith Egber. Igen. Éger, bocsánat. Uh-huh. Döntés című könyv, fantasztikus. Sírtam rajta. Igen. Szép. Jó beszélgetés volt, nem? Így most én emésztő fázisban vagyok, hogy oké, most, hogy akkor ülepedjen. Szerintem az a jó, hogyha az ember olyanokkal veszi körül magát, akiket szeret. Ebbe beletartozok, kisapám. Csináljon valami maradandót, reméljük még egy pár hónapig a TikTok csatornád is, meg a mi podcastünk is fönnmarad. És majd a halálos ágyunkat arra fogunk gondolni, hogy basszus, milyen jókat beszélgettünk itt. Ja. Legyen így. Köszönjük szintén, hogy itt voltál. Én köszönjük az időt. És további sok sikert a csatornához. Nyomjad nekik. Nektek is. Hát nem csak a csatornához, hanem az egész pszichológiai pályafutásod. Köszönöm szépen. Majdre. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszi. Nagyon szívesen. Nektek meg. Sziasztok. Sziasztok, srácok. Sziasztok. Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.